Mindenkit sok szeretettel köszöntök! Az előző alkalommal megismerkedtünk egy régi, de jól bevált analógiával, mi szerint az elektromosság a vízhez hasonlóan működik. Az analógia szerint a feszültség a víznyomásnak, a vízhozam pedig az áramerősségnek feleltethető meg. Az elektromos hálózattal analóg vízvezeték hálózatunkban szerepelt még egy csap is, ami az ellenállás szerepét töltötte be. Ebben a rendszerben, ha azt akartuk, hogy a kerék gyorsabban forogjon, jobban meg kellett nyitnunk a csapot, azaz csökkentenünk kellett az ellenállást, és növelni a pumpa nyomását, vagyis növelni kellett a feszültséget. A másik dolog, amit észre lehet venni, az az, hogy a kerék forgása közben a tengelye kicsit felmelegszik. A tengelynél létrejövő súrlódás melegedést, tehát energiaveszteséget okoz. Fontos, hogy megértsük, nem az összes energia alakítható át mozgásá, mert egy része nem hasznosul, hanem hőenergiává alakul. Ebben a leckében ezekkel az energia átalakulásokkal és a hozzájuk szorosan kapcsolódó fogalmakkal fogunk megismerkedni. Zárt áramkörben, az elektromos berendezésekben különféle energia átalakulások játszódnak le. Az elektromos energia az izzóban fény és hőenergiává, a villanymotorban mechanikai energiává, a hősugárzó fűtőszálában hőenergiává alakul át. Miközben az elektromos energia más energiává alakul át, az elektromos áram munkát végez. Tudjuk, hogy az elektromos tulajdonságú részecskék az elektromos mező hatására áramlanak. Ilyenkor az elektromos mező munkát végez. Az elektromos mezőt munkavégzés szempontjából pedig a feszültség jellemzi. A feszültség az elektromos munka és a közben áramlott elektromos töltés hányadosaként határozható meg. Ebből következik, hogy az elektromos munka a feszültség és az átállamló törtés szózataként számítható ki, vagyis a nagy W egyenlő U szorzva Q-val. A munkavégzés közben gyakran a munka nagysága mellett az is fontos kérdés, hogy mennyi idő alatt zajlik le a folyamat. Sokkal jobbnak érezzük például azt a síliftet, felvonót, amelyik ugyanabban a magasságban rövidebb idő alatt húz fel bennünket, pedig ez sem végez ajtunk több munkát, hiszen végül is ugyanolyan magasról csúszhatunk le. Azt a fizikai mennyiséget, amely megadja a munkavégzés sebességét, tehát, hogy egysényi idő alatt mennyi a végzett munka teljesítménynek, pontosabban átlag teljesítménynek nevezzük. Egy kis érdekesség. A közhiedelemmel ellentétben Watt nem találta fel a gőzgépet. Watt találmánya a vízgőz lecsapására szolgáló gőzkondenzátor volt, amelyel a gőzgép hatásfokát, gazdaságosságát növelte meg jelentősen. Az elektromos folyamatok egyik igen fontos jellemzője a teljesítmény ami az energia átalakulásának sebességét fejezi ki. Emlékezzünk vissza egy kicsit. Miközben az elektromos energia más energiává alakul át, az elektromos áram munkát végez. A teljesítmény ennek az átalakulásnak a sebességét fejezi ki. Általánosan tehát igaz, hogy egy fogyasztó elektromos teljesítménye megegyezik a fogyasztóra kapcsolt feszültség és a rajta átfolyó áramerősség szorzatával. Képlet segítségével ezt így fejezhetjük ki P egyenlő U szorozva I-vel. Az összefüggés természetesen a mértékegységekre is vonatkozik. 1 watt egyenlő 1 volt szorozva 1 amperral. A víz analógia alapján a teljesítmény egyenlő a víznyomás szorozva a vízhozammal. A fogyasztók összehasonlításával a teljesítményt használjuk. A 100 wattos izzó azért világít jobban, mint a 60 wattos, mert benne ugyanannyi idő alatt nagyobb energiaváltozás jön létre. Az áramerőség, feszültség és ellenállás mellé most már csatlakozott a teljesítmény fogalma is. Nincs más hátra, mint a e négy paraméter között felelhető kapcsolatokat a matematika nyelvén is megfogalmazni. Kiegészítve Ohm törvényét a teljesítménnyel az alábbi segédábrát kapjuk az ohm kerék segítségével könnyedén megkapjuk a levezetett összefüggéseket bármelyi paraméterre is legyünk kíváncsiak. Nagyon praktikus ez az összeállítás, ezért azt javaslom, hogy műhelyünkben mindig legyen kézközelben. A matek után nézzük meg, hogyan épül föl egy egyszerű áramkör. Igaz, foglalkoztunk már az áramkörök felépítésével, de érdemes még egy kis időt szentelni a témának. A legegyszerűbb áramkör egy termelőből, egy fogyasztóból és az őket összekötő vezetőből áll. Az áramkör elemeinek elnevezése egyébként utal a körön belüli energiaviszonyokra is. A termelőt szokás még forrásnak, illetve generátornak is nevezni. Teljes terhelésnél a fogyasztó esetünkben a villanykörte névleges teljesítményt ad le. Ekkor névleges áram folyik át rajta, és a kapcsai között névleges feszültség mérhető. A valóságban viszont a műszaki berendezések által leadott teljesítmény, mivel a veszteségek nem szüntethetők meg teljesen, mindig kisebb, mint amennyit a berendezés felvett. A forrástól a fogyasztóig az elektromos energiát vezetékek segítségével juttatjuk el. A vezetékeknek viszont az ábrának megfelelő összefüggés alapján meghatározható ellenállásuk van. Ez az ellenállás érték ugyan kicsi, de a rajta átfolyó áramerőség hatására a vezetékben PV nagyságú hőteljesítmény keletkezik. Ez jobb esetben csak a generátor hasznos teljesítményét csökkenti, rosszabb esetben komolyabb károkat is okozhat. Most érjünk át arra, mi a rövidzár. Ha az áramforrás két kivezetését közvetlenül összekötjük, egy rövidzárot hozunk létre, hiszen ilyenkor nincsen fogyasztó az áramkörben. Az óm törvény segítségével kiszámolható a terhelő áramnagysága. Gondoljuk meg, ha nagyon kicsi egy szám, akkor az nagyon sokszor van meg bármilyen más számban, így amikor az ellenállás értéke közelít a nullához, nagyon nagy, határhelyzetben végtelen nagy áram terheli az áramkörünket a rövid zár, a legnagyobb terhelés az áramforrás számára, a vezetéke túlhevülhetnek és spontán kigyulladhatnak. Nagyon fontos, hogy soha ne zárjunk rövidre áramforrást. A rövid zár hatásait egy rövid videón keresztül figyelhetjük meg. Szükség lesz a kísérlethez egy másfél voltos ceruzelemre, egy vagy laprágóra és egy papírvágóolóra. Csomagoljuk ki a sport hiszen a belső csomagolóanyaggal lesz szükségünk, ezt használjuk föl vezető anyagként. A csomagoló papír fémesen csillogó oldala elektromosan vezet, míg a másik oldal nem. A sport szeretet természetesen csak a sikeres kísérlet elvégzése után szabad elfogyasztani. Simítjuk ki a csomagoló papírt, majd a papírvágóllóval vágjunk le egy kb. 1 cm széles sávot a csomagolóanyagból, ez lesz a vezetőnk, a vezetékünk. Azért, hogy az elektromos áram hatásait szemléltetni tudjuk, a papírvágóllóval vékonyítjuk el középtájon a vezetőnket. Az így kialakított ellenállás, mint egy fűtőszál fog viselkedni a kísérlet alatt. Miután elkészítettük a fűtőszálat, nyomjuk a vezetőnk egyik végét az elem pozitív, majd a másikat az elem negatív pórusához. Figyeljünk arra oda, hogy a vezető felével érintkezzen a vezetőnk az elemmel. Ekkor rövidre zártuk az áramkört, és azt fogjuk tapasztalni, hogy az elem felforrósodik. A kialakított fűtőszál egyre melegszik egészen addig, míg meg nem gyújtja a környezetében lévő éghető anyagokat, esetünkben a vezető hátsó papíroldalát. Előfordulhat, hogy nem kap lángra a vezetőnk, mivel nem keletkezett elegendő hőteljesítmény. A vezetékek melegedésére az áramsűrűség a legjellemzőbb mennyiség, amely az egysényi keresztmetszeten átfolyó áramerőséget mutatja meg. Jele a nagy J. Az összefüggésben a nagy A a vezeték keresztmetszete négyzetmilliméterben, és a nagy I a rajta keresztül folyó áram erősége. Ez azt jelenti, hogy ugyanakkor a áramerősség esetén egy vezetékben az áramsűrűség a kisebb keresztmetszetű részben nagyobb. Tehát a vezetékek legkisebb keresztmetszete határozza meg azt a maximális áramerősséget, amit még elvisel. Mivel a kísérletünkben a vezetékünk nem szakadt meg, tovább kell csökkentenünk a keresztmetszetét, ezáltal növelve az ellenállást és az áramsűrűséget. Ha most újra rövidezárjuk az áramkört, egyből lángra kap a vezetőnk, és az áramkör megszakad. A kísérlet alapján az alábbi tapasztalatokat vonhatjuk le. A rövid zár a legnagyobb terhelés az áramforrás számára, a vezetékek túlhevülhetnek és spontán kigyulladhatnak. Fontos, hogy a vezetékek keresztmetszete mindig a terheléshez legyen igazítva, vagyis méretezve legyenek. A rövid zár esetén egy tervezett könnyítés meg tudja szakítani az áramkört, így megvédhetjük az áramkör többi részét a károsodástól. A rövidzel káros következményeinek megakadályozására szolgál a biztosíték. Régebben az állam hőhatásán alapuló olvadó biztosítékokat használtak, ami a megengedetnél nagyobb áramerőség hatására megolvadt, és így megszakította az áramkört. A lakásokban ma már inkább az úgynevezett automata biztosíték használatos, amely az áram mágneses hatásán alapul. Összefoglalásként nézzünk meg egy nagyon egyszerű számpéldát. Egy átlagos lakás esetén általában 16 amperra méretezett biztosítékot szoktak használni. Ez azt jelenti, hogy a mellék áramkörökből legfeljebb 16 amper áramelősség folyhat össze a fő áramkörbe. A hálózati feszültség 220 volt. Mivel a teljesítmények is összeadódnak, ezért legfeljebb annyi elektromos berendezést használtunk egyszerre, amennyinek az összteljesítménye nem haladja meg a 16 amper szorozva 220 voltal, azaz a 3520 watt értéket. Ha ezt mégis túllépnénk, a biztosíték kiold és megszakítja az áramkört, mint ahogyan én most ezt a videót. Sziasztok!